Csapból is a Soros György folyik, és már nagyon tele vagyok vele. Az elmúlt 2 évben Soros György központi alakja volt a magyar belpolitikának, és úgy tűnik, hogy most a választási kampányban is így lesz. Az utca emberét kérdeztük, hogy mi a véleménye Soros Györgyről. Hát nem tetszik amúgy a terve, ennyit elárulhatok. Én nem hiszek egyáltalán a Fidesznek ebben ez az ellene lefolytatott propagandában egyáltalán. Sok társadalmi csoport van, akiknek jó, amit csinál, ezek inkább az elesettek. Malajziából, Indonéziából ki van tiltva, több országból, mert sőt Angliában is egyszer elég nagy financiális botrányt kavart, hogy úgy mondjam. Tehát nem csak Magyarországon nem szeretik őt. Ilyen nem létezik. Mármint Soros György nem létezik? Hát létezik, de amit neki tanúsítanak, hogy itt miket csinál, milyen terve van. Plakátokról is ismerik ezt a Soros tervet. Hát a véleményem, én nem támogatom személy szerint a bevándorlókat, mármint hogy így tömegesen betelepítsék őket. Én nem értek egyet azzal, hogy így lejár valakit, vagy tehát, hogy egyáltalán ilyenfajta kommunikációt adni, mint egy kormány. Ott kéne hatni, ahol él. Itt fizetnek adót, itt politizálnak. Ott fizetnek adót, ott politizálnak, nem? As an international student, I don't see like the point creating this like political wars while people are suffering here. Nyilvánvalóan és Soros Györgynek és társainak és még nagyon sok más embernek is meg lett volna lehetősége arra, hogy visszatérjenek Magyarországra, és itthon fektessék be a pénzüket, magyar embereknek adjanak munkahelyeket, olyan munkahelyeket teremtsenek, amelyeket magyar emberek töltenek be. Nem tette. Hát én nem foglalkozom a Soros Györgyennel, arra, hogy örülök, hogy élek.